bábik, hajulj a lábik, honnan mozdad, nyúl meg a bábit, áterpecbe is fog meg a pokád, nézd meg, milyen fordít a világ. Ügyességi feladatok sokasága várta a tolnai óvisokat a számukra megrendezett sportnapon. Az ötlet a Gesztenyés kert óvodától származott, ugyanis itt a hétköznapokban is az egészséges életmódra nevelés a fő profil. Az intézményben egész héten e körül forogtak a programok, de az óvodapedagógusok úgy gondolták, hogy a sportnapra már a többi tagintézmény gyerekeit is meghívják, akik örömmel csatlakoztak a programhoz. Nagyon örültünk, amikor a Gesztenyés kert óvoda felajánlotta azt a lehetőséget, hogy az idén egy ilyen pályázat keretein belül sportnapot tart az intézményünk öt óvodájának. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek erre a napra, reménykedtünk benne, hogy az idő is hálás lesz, kegyes lesz felénk, és tényleg részt tudunk venni ezen a rendezvényen, és ha jól hallottuk, akkor hagyományá szeretnék tenni ezt a sportnapot a gyerekek számára, úgyhogy jövőre is, hogyha meghívást kapunk, akkor szeretnénk rajta részt venni. 42 fővel érkeztünk, 42 fő nagycsoportos gyermekkel. Ha lett volna rá lehetőség, hogy középsőskorúak is jöhessenek, akkor mindenféleképpen éltünk volna a lehetőséggel, mert nagyon ügyesek mozgásban a gyermekeink. A sportnapon kívül olyan programokon is részt vehettek a gyerekek a hét során, amik az egészséges életmóddal kapcsolatosak. Most egy egész hetet szentelünk az egészséges életmódnak. Ezen a héten tegnap például kutyaterápia volt, megyünk kirándulni, egészséges ételeket készítünk a gyerekekkel, előadások vannak. Ezt a napot mindig a mozgásnak szoktuk szentelni, és úgy gondoltuk, hogy miért ne osszuk meg a többi tagovodával, ugyanis hát 5 tagovodája van a Wosinski Mór intézménynek, és ugye a többi kollégákkal másik óvodákból, a tagovodákból felkértük a kolléganőknek, mit szólnának hozzá, ha eljönnének hozzánk. Nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, hiszen a mozgás nagyon fontos a gyerekek számára, és így ezt a napot akkor most így Wosinski Mór intézményi szinten megtartottuk. Nagyon jó az idő hozzá, nagyon szuper a pályánk, amit támogatásképpen megkaphattunk. A pedagógusok úgy állították össze a feladatokat, hogy azok végrehajtása közben a gyerekek az erőt, a gyorsaságot és az állóképességüket is fejlesszék. Minden állomásnak más a feladata, vannak egyensúlyozó feladatok, labda, foci, kézilabda, ugráló, tehát igazából minden zsákban ugrálás, az is egy nagyon kedvelt tevékenység a gyerekeknek, így aztán igazából a teljes testet megmozgatva, reggel egy reggeli tornával, egy kis futással, igazából azt gondoljuk, hogy teljes lesz ez a délelőtt. A Gesztenyés kert óvoda pedagógusai a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek mozgására. Mindennapos testnevelés van a csoportokban, a kolléganők mindennapos testnevelést tartanak, a tornatervekben ugye heti egyszer-kétszer testnevelés foglalkozás, minél több időt próbálunk szentelni a szabadidőn való tartózkodásnak is, az is elengedhetetlen. Egyébként pedig vitaminnapokat tartunk, rengeteget kirándulunk, fontosnak tartjuk a szabadon levegő mozgást, figyelünk arra, hogy az óvodák udvara is olyan mozgásfejlesztő eszközökkel legyenek felszerelve, ami mindenképpen elősegíti a gyerekek mozgásfejlődését. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok a teendőnk. Egyéb más szakemberek, logopédusok és gyógypedagógusok visszajelzés alapján sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre kevesebbet mozognak a gyerekek. A legfinomabb mozgás a beszéd, például azért említettem a logopédust, ő is azt tapasztalja, hogy nagyon sok gyermek elmarad a beszédfejlődésben. Ennek mindennek a mozgás az alapja, a nagy mozgások fejlesztése, úgyhogy hát ezért itt az óvodákban nekünk nagyon sokat kell tennünk, és hát a szülőket is erre buzdítjuk. Vannak olyan rendezvényeink, programjaink, ahova bevonjuk a szülőket is. A kicsik a sok mozgásnak köszönhetően kevesebb szer betegszenek meg, erősebb az immunrendszerük. Ez nagyon fontos a családokkal való kapcsolattartás. A családok felé is azt közvetítjük, hogy az egészséges ételek, a mozgás, a szabad levegőt való tartózkodás, ez mennyire fontos. Hát bízom benne, hát ugye ezt így mi nem mérjük, de nem sok beteg gyerekünk van. Én azt gondolom, hogy mi azért sokat teszünk ennek érdekében. Kimondottan most a nagycsoportosokra fókuszáltunk. Minden óvodánkban vegyes életkorú csoportok vannak, és úgy gondoltuk a kollégákkal, hogy most csak a nagyokat mozgassuk meg. A piciket otthon hagytuk, de ez nem azt jelenti, hogy ők unatkoznak. Nekik az óvoda udvarán rendeztünk is mozgást. Ott is maradtak kollégák, ott nekik való kis mozgásformák vannak. Itt pedig kimondottan arra fókuszáltunk, hogy az azonos életkorú gyerekek is megtalálják itt a saját kis mozgásformájukat. A sportnapot hagyományteremtő jelleggel hozták létre, remélve, hogy a jövőben is ugyanekkora népszerűségnek örven majd, hiszen a mozgás nagyon fontos alappillére a gyermekek egészséges fejlődésének.